nagyon erős késztetést éreztem arra, hogy ezt igenis, hogy be kell vállalni, bele kell állni, és követve a külföldi trendeket, kicsit szétnézve a nagyvilágban láttam azt, hogy igenis ez működik, úgyhogy én is elkezdtem először hobbi szinten, azután képzésekre jártam, rengeteget olvastam, rengeteget gyakoroltam, és hát ez egy nagy szerelem. Nincs nagy piaca, sőt mondhatni azt, hogy úttörő vagyok, de ez nem tántorított el egyáltalán. Mindig vannak elsők, úgyhogy én ezt bevállaltam. Szeretem az egyedit. Azokat a dolgokat, amik nem tömegcikkek, hanem amiknek lelkük van. És amikor hozzányúlok egy bútorhoz, akkor valójában ez megérint. Egy történet születik. Régi nagy szerelem volt egy vendégház létrehozása és kialakítása, mert azt gondolom, hogy egy csodálatos helyen élünk, amire nagyon büszkék lehetünk. Mi a nyaranta a Tiszán kempingezünk, és sok külföldi megfordul arra felénk, és mindig ránk találnak, mert hát ugye jól beszélünk angolul, és az a csodálat, amit az ő szemükben láttam, mindig megálltak a Tiszaparton, és azt mondták, hogy wow, de gyönyörű. És akkor jöttem rá arra, hogy mi valójában nem is látjuk azt, ami minket körülvesz, és nem tudjuk értékelni, és hogy ez nekünk annyira normális, és talán nem is becsüljük meg kellőképp. És azt hiszem, hogy igenis büszkék lehetünk arra, ahol vagyunk, ahol élünk, a környezetünkre, és esetleg, ha tudunk még hozzátenni, ha tudunk még valami jobb dolgot kovácsolni belőle, akkor az csak egy plusz. Tehát innen jött a vendégház ötlete. A vendégház neve Csendes Éj Vendégház, és mivel ugye tavaly augusztusban a Prosperitáti Startupos kezdővállalkozó pályázatot írt ki, ott pályáztam, akkor nem volt épületfelújítás, illetve direkt kimondottan turizmus, de viszont ez nem tántorított el egyáltalán, úgyhogy egy kreatív ötlettel álltam elő, ami szintén nagyon jó beillik ebbe a vendégház koncepcióba, mégpedig egy faházra és egy szaunaházra pályáztam. Az a millió, amit az ide látogatók láthatnak, illetve az az élmény, amit kapnak, az azt gondolom, hogy teljesen egyedi lesz. Pont úgy, ahogy ezek a bútorok is egyediek, a vendégház is, hát gondolom mondanom sem kell, hogy hasonló stílusban lesz berendezve. Mindenképp magán fogja viselni a vidék meghatározóit. A Prosperitáti Alapítvány által megnyert támogatással véget ért az álmodozás és a de jó lenne majd egyszer, beleálltam, és sikerült megteremteni azt, amiről évekkel ezelőtt álmodtam, úgyhogy azt gondolom, hogy óriási segítség volt, mert innentől már csak tovább, tehát jöhet a következő projekt, jöhet a következő kihívás. Ha kimondom azt a szót, hogy prosperitáti, akkor a bevállalás, a beleállás jut eszembe. Az a szó jut eszembe még, hogy képesek vagyunk vezetővé válni, és nem függünk másoktól, képesek vagyunk a saját sorsunkat itt, itthon, Vajdaságban megvalósítani.